Köszöntöm nézőinket! Minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének minden szempontból. Ez természetesen az iskola választás esetében is igaz. A jó általános iskola egy életre megszeretteti a gyerekkel a tanulást, biztosítva a jó felvételi eredményt is. A gyermek életének talán az egyik legfontosabb kérdésében a szülőknek kell dönteni. Ehhez szeretnék most segítséget nyújtani a helyi általános iskolák bemutatásával. A stúdióban ma a Vásárhelyi Általános Iskola leendő első osztályos pedagógusát ismerhetik meg. Mikor, illetve melyik általános iskolába irassuk gyermekünket, milyen színvonalon zajlik az adott intézményben az oktatás, és milyen plusz szolgáltatásokat tud nyújtani az iskola nekünk, szülőknek, illetve gyermekeink számára? Ezek a kérdések sok családban felmerülnek a beiratkozási időszakban. Megválaszolásukhoz szeretnénk segítséget nyújtani a helyi általános iskolák bemutatásával. A témában a stúdió mai vendége Bozzai Népintér Krisztina, a Vásárhelyi András tagiskola pedagógusa. Üdvözlöm a stúdióban! Üdvözlöm, és köszöntöm a nézőket! Sok szülő azt vallja, hogy nem feltétlenül iskolát szeretne választani gyermekének, hanem a tanító személyére nagyobb hangsúlyt fektet. Mit lehet tudni önről a személyes programjáról, illetve milyen tervekkel, elképzelésekkel várja a gyerekeket majd szeptemberben? Hát igen, az iskolába lépés egy izgalmakkal teli sorsdöntő esemény minden család életében. Mi tanítók a Vásárhelyiben abban hiszünk, hogy olyan iskolát kell biztosítani a gyerekeknek, ahol boldogok maradhatnak a gyerekek, megtanulhatnak tanulni, megismerhetik önmagukat és a körülöttük lévő világ dolgait, ahol ezt megélhetik, az iskolai lét ünnepnapjait és a hétköznapjait egyaránt. És ez a Vásárhelyi András tagiskolára jellemző, tehát ez pont az a hely. Bozzai Népintér Krisztina vagyok, két gyermek édesanyja. 6 éve dolgozom már a Vásárhelyi András tagiskolában. A következő tanévben az elsősök osztályfőnöke leszek. Nagyon szeretem a hivatásomat, és azt is szeretem, ha a gyerekek vidáman, jókedvűen járnak iskolába. Célom, hogy osztályommal elérjem azt, hogy biztos alapokat kapjanak, amit a további életükhöz is tudnak használni. A gyerekek sikere az én sikereim is, úgy érzem. Ezért egy szeretetteljes, biztonságos légkör kialakítására törekszem. A célom az, hogy a gyerekek szeressék azt az iskolát, ahova beiratták a szüleik először, a tanulást is szeressék, váljanak nyitottá a világra, tanulják meg, hogy, illetve nem tanulják meg, hanem találják meg azt a területet, amiben ők tehetségesek. Mert úgy gondolom, hogy minden gyerek valamiben tehetséges, csak hát meg kell találnunk. Mit lehet tudni a Vásárhelyi András tagiskoláról? Milyen pedagógiai programja van az intézménynek, és milyen kiemelt feladatai vannak ezen felül? Pedagógiai alapelveink a gyermekközpontúság elsősorban. A képességek kialakítása, a tehetségek kibontakoztatása minél kisebb korban, tehát első osztályban már kezdjük. Nagyon fontos számunkra a következetesség, és hát nyilván az elfogadás és a tolerancia, amire egy mostanság elég divatos kifejezés, de nagy szükség van rá az emberiségnek. Indul első osztályunkról szeretnék néhány szót mondani. A mi iskolánk általános tantervű osztály. Délelőtti tanórák vannak, délután pedig napközi. A Meixner módszer alapjaira épülő szótaguló olvasástanítással indítom az elsősöket, és kiemelt matematikai és logikai képesség kibontakoztatása játékos formában, tehát ezt matematika órán nagyban, tehát most már az elsősökkel is kezdjük. A digitális kompetencia fejlesztése is fontos számunkra. Minden tantermünkben IKT tábla van, amit rendszeresen napi szinten használunk már első osztálytól kezdve. Matematika, főleg matematika és magyar tantárgyakban, de környezetnél egy tantárgyhoz kapcsolódó videó megnézése nagyban segíti a munkánkat. És hát nem utolsó sorban az olvasástanításhoz is, a szótaguláshoz, betűfelismeréshez, mint említettem, tehát a magyar oktatáshoz is nagyon fontos.
Iskolánkban már említettem, hogy Meissner módszerrel tanulnak a gyerekek elsőben, de hogy miért is, ez egy fontos kérdés, mert mindenki csak mondja, hogy Meissner, Meissner, de sokszor nem tudják az okát, hogy miért. Hát azért elsősorban, mert játékos, tevékenykedtető, színes és érdekes a gyerekek számára. A gyermeki világhoz pedig a játék áll ebben az életkorban a legközelebb, rendkívül felemelő számomra az örömhöz, sikerhez juttatás így a gyerekeknek. Matematika tanítás, ott is a sok játék jön elő. Azt tapasztaltam, hogy a játékosságra, vidámságra épülő feladatok óriási motiváló hatással vannak kis tanítványaimra. Nem titok, hogy most negyedik osztályos osztályfőnök vagyok, és hát ugye utána jövőre kapom meg a kis elsős csibéket. A mai napig is a negyedik osztályban matematikából játékosan megyünk nagyon sok órán, és szinte várják a gyerekek, hogy most milyen játék jön, most melyik játék jön. Tehát azzal, hogy a gyerekek nőnek, és már 10-11 évesek lesznek, hatalmas igény van a játékra. Említette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Mit nyújt a vásárhelyi tagiskola tanórákon túl? Milyen szakkörök, vagy éppen délutáni foglalkozások várják a gyerekeket? A sportot kedvelők számára kosárpalánta programot elkezdtük, már elsősöknek is. Ökoiskola vagyunk, mert több éven keresztül pályázunk, és mindig meg is nyerjük az ökoiskola címet. Most a legközelebbi pályázatnál már az örökös ökoiskola cím megnyerése forog kockán. Erre nagyon készülünk. Zeneiskola, tehát zeneiskolában részt vehetnek az elsősök, kihelyezett zeneiskolai tanulmányok keretében. Ez azt jelenti, hogy a zeneiskolából jönnek fel a szakos kollégák a mi iskolánkban, és a megfelelő oktatásban részesítik a beiratkozó gyerekeket. Nagyon várjuk az úszoda kinyitását, mert a harmadikosok és az ötödikesek úszásoktatásban vesznek részt, hát sajnos eddig vagy Székesfehérvárra, vagy Balatonfűzfőre utaztunk a testnevelés órákon, hogy úszásoktatásban legyenek a gyerekek. Tanulmányi kirándulásokat szoktunk szervezni, kiállításokat megtekintjük, túrákat szervezünk, voltunk a Tutankhamon kiállításon, voltunk a 7.-8.-osokkal virtuális kihelyezett földrajzórán, nagyon tetszett a gyerekeknek, és a jégkorcsolyázást sem hagyjuk ki, ugye a közeli koripályán, sajnos ez most a pandémia miatt bezárásra kényszerült. A szakkörös széles választékával színesítjük a tanuláson kívüli, iskolán kívüli délutánokat. Ilyen szakkörünk már első osztálytól kezdve az angol szakkör. Ezek alsós és felső tagozatosok részére van. Háztartástan, ahol főzni tanulnak a gyerekek. Jó, hát nem azt mondom, hogy háromfogásos ebédet, de az alapvető kis élelmiszereket nagyon ügyesen elkészítik, szoktunk belőle kóstolót is kapni, tehát nagyon jól sikerülnek. Kimagasló színvonal nálunk még a művészetoktatás is első osztálytól. Ez ugye a rajz oktatásban bontakozik ki nálunk. És akkor itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy tudok beszélni egy kicsit arról, hogy akkreditált tehetségpont vagyunk 2019 áprilisa óta, ami azt jelenti, hogy a rajzos tehetségek felkarolásával a számukra a lehető legszélesebb palettán oktatjuk a rajztechnikákat, módszereket. A gyerekek rendkívül sikeresek, évről évre számos rajzpályázaton vesznek részt, amit sikerrel, ahol sikereket érnek el. Mi vagyunk a városban az egyetlen olyan általános iskola, ami elnyerte az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet 2023-ig. Tehát ennek a tulajdonosa vagyunk, amit egy jó gyakorlatunknak köszönhetünk. A jó gyakorlatnak a címe hátránykompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben. Hát, hogy ez mit is jelent pontosan? A tanulmányaikban kevésbé sikeres tanulóink rajzbéli képességeiknek kibontakoztatása fontos feladatunk. Lehetőséget adunk számukra, hogy sikerélményhez jussanak, még akkor is, hogyha a tanulási kudarcok sajnos előtérbe kerülnek, tehát ezáltal ők is sikerhez jutnak, csak hát nem a tanulás terén, hanem a rajzoktatás segítségével.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem partneri intézményévé váltunk a 2019-2020-as tanévben. A gyerekek a rajzórák és a rajzszakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú művészetoktatás módszertani fejlesztésével, a kidolgozott mintaprogramokkal. Kipróbálhatják a képző és iparművészet, a grafika festészet eszközeit és a technikáit is. Beszéljünk egy kicsit a technikai felszereltségről. Ugye az elmúlt években azért javult az iskola eszközellátottsága is, most milyen környezet fogadja az odalátogatókat, az odaérkezőket? Úgy gondolom, szerencsés helyzetben vagyunk, mert az iskola iskolát egy hatalmas, nagy, füves, szinte parkosított, parkos udvar veszi körül, amin van egy hát bitumenes focipálya, kosárlabda palánkokkal, füves területtel, bokros helyekkel, ahogy nagyon szeretnek a gyerekek bujócskázni, fogócskázni, és az udvarunk közepén található a manókertünk, ahol telente a madarakat egy általános iskolások, tehát a felső tagozat által készített madáretetővel színesítettük. A manókertbe különböző évelő és hagymás növényeket szoktunk ültetni. Évelő növényeink között szerepel számtalan fűszernövény, amit ugye meg tudunk tanítani a gyerekeknek, illetve nem egyszer volt már, hogy a háztartás szakkörben, az ételekben felhasználták a gyerekek, és nagyon szépen kiteljesedett már, bokrosodik a kis levendula ültetvényünk. Ezt is tudjuk hasznosítani, leszüreteljük a levendulát, megszárítjuk, és a vásárok alkalmával a leszárított levendulákat kis zsákokba tesszük, és vásári portékaként értékesítjük. Ez kedves kis ajándék, nagyon nagy kereslet van rá, tehát évről évre egyre több és több kis illatzsákok készülnek, és új gazdákra találnak. Az iskola választásnál egyre nagyobb hangsúlyt kap az idegen nyelv oktatása, illetve az informatika oktatása. Önök melyik évfolyamon kezdik ezeknek a tárgyaknak az oktatását, és milyen szinten? Az idegen nyelv oktatás már első osztályban kezdődik, szakkör szinten, tehát aki erre fogékony, illetve úgy érzi, hogy érdekli, vagy a szülők invitálása, a gyerek szívesen megpróbálja, 98%-ban a gyerekeknek ott marad az angol szakkörön, mert nagyon kedves, érdekes kis feladatokkal, játékos módszerekkel viszi be a kolléganő, varázsolja a gyerekeket az angol nyelvvel. Informatika a negyedik osztályban indul nálunk, digitális kompetencia fejlesztése. Hát, mint említettem, nem idegen a gyerekektől a digitális oktatás, mert szinte minden nap használjuk a kis táblánkat, én nagyon szeretem. És hát most az informatika tantárgy bejövetelével ugye rájöttek a gyerekek arra, hogy nem csak otthon lehet számítógépezni, és nem csak a játék a lényeg egy számítógépen, hanem bizony már programokat, kisebb programokat írnak, szerkesztenek, szövegszerkesztés, grafikáznak, tehát kitárult előttük a világ, hogy a számítógép az nem csak a játékról szól. Azt gondolom, hogy fontos közösségépítő szerepe van az iskolai hagyományoknak, az évenként megrendezendő programoknak. A Vásárhelyi Iskolában milyen ilyen események vannak, amiket minden évben megtartanak? Az iskolában, mint minden iskolának, hagyományos kis ünnepeik vannak. Nagyon fontos és nagy kiterjedésű, most már egyre nagyobb érdeklődés övezi a Mihály napi vásárunkat, ahol ugye ez ősszel van, tehát főleg kompótok, gyümölcsök, ezekből készült ételek kerülnek a eladósorba tett portékaként. Szorgalmazzuk továbbá a gyerekeknek a kis kézműves, tehát otthon elkészített, szülőkkel elkészített kis ajándéktárgyaikat, amit nyilván pénzbe bocsájtunk, és azt visszaforgatjuk a gyerekekre, jutalomkönyvek, tanulmányi kirándulások, belépők fizetését tudjuk ebből szponzorálni. Következő ilyen a hétfőnként megtartott adventi
kis megemlékezésünk, ahol az egész iskola együtt énekel. Most nyilván a pandémia miatt erre sajnos nem került sor az aulában, de iskolarádió keretében hétfőnként azért erről megemlékeztünk. A karácsonyi műsor az elengedhetetlen egy iskola életében. Nálunk az a szokás, az a hagyomány, hogy a mindenkori második osztály készül kis karácsonyi műsorra, meglepetéssel az iskola tanulóinak, nevelőinek, felnőtteinek. És nem egyszer már ilyenkor alakul egy gyors kis tanári énekkar, és mi pedig a gyerekeket lepjük meg különböző karácsonyi énekekkel, dalokkal, amit nagyon szívesen fogadnak, és ha ismerős a dal, akkor az utolsó verszakokat együtt szoktuk énekelni. Szoktunk családi napot tartani, ami az udvarunkon kerül, és a udvarunkon és a környező iskolát körülvevő részen kerül megrendezésre. Itt van állatsimogató, rendőrbemutató, attól függ, hogy mindig van egy fontos témája, amiköré építjük ezeket a kis állomásokat, és akkor ilyen forgószínpadszerűen látogathatják a gyerekek ezeket az állomásokat, de azért becsempésztük a csillámtetoválást, annak nagyon örülnek a gyerekek, vagy tavalyi évben például az én ötletem volt, hogy egy kedves anyuka a gyerekeknek, a kislányoknak gyönyör frizurát varázsolt 10 percen belül. Témanapokat szoktunk szervezni a Vízvilágnapja alkalmából, vagy az Év Madara címet, ahogy megtudjuk, már a kollégák spekulálnak, gondolkodnak, hogy milyen témanapot csinálunk, vagy például a Mártonnapi megemlékezés, valamelyik évben én voltam a főszervezője, ott is forgószínpadszerűen állomások voltak, ahol tök magos pogácsát sütöttek a technikateremben, ott volt vásár, szintén Mártonnapi vásár, a tornateremben sportos vetélkedők voltak, nyilván a lúddal, libákkal kapcsolatos kis versenyek. A könyvtárban totó volt e napra felfűzve, tehát itt is a libák voltak. Egy énekes állomás is volt, ahol inkább dalokat, mondókákat kellett gyűjteni a témával kapcsolatosan. Köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm a lehetőséget, a meghívást, hogy eljöhettem. Óvisulival készültünk, de sajnos a pandémia miatt személyes találkozóra a kis elsősökkel és szüleikkel nem állt módunkban, de remélem, hogy minél előbb a beiratkozáson, illetve az évnyitón találkozunk. Köszönöm szépen.